Kötélpályán csúszik ez a kislány a Villányi játszótéren, de kialakítottak itt mászókákat, csúszdákat, vagy éppen egy földbe süllyesztett trampolint is. Hivatalosan szombaton adták át a Baranyai kisváros új játszóterét. A megyei önkormányzat támogatásával és egy egyedi kormányrendeletnek köszönhetően jelentős fejlesztési forrás került a településre. Ennek egy részéből épült a játszótér, mondta a megyei elnök. Összesen 340 millió forintból zajlanak fejlesztések a településen. Ebből a forrásból újult meg a művelődési házat, egy energetikai korszerűsítés zajlott. A település utcáin még most is látjuk azokat a növényesítési programot, azt a növényesítési programot, amely ma is zajlik, és a családbarát fejlesztések körében, itt a rendezvénytéren pedig egy 21. századi kisgyermekes szülőként talán mondhatom, az valóban a szülők elvárásainak megfelelő játszóteret sikerült létrehozni. Villánya a választó körzete kirakata, ezt mondja az országosan is ismert turista célpontra a terület országgyűlési képviselője. Hargitay János szerint ezért is kell fejleszteni ezt a települést, de azért is, mert sokan képzelik el az életüket ma már vidéken a kormányzat fejlesztési programjainak köszönhetően. Még a kicsi településeinken is hihetetlen érdeklődés van a játszóterek iránt. Nagyon sokat adtunk át az elkövetkezendő időszakban, és a Magyar Falu programnak ez biztos, hogy egy olyan eleme marad még, egyszerűen mivel igény van rá, hogy az elkövetkezendő években, amikor még több vidékfejlesztési forrás szánunk a vidéknek, de a játszóterek létrehozása, a szabadtéri élmények, a lehetőségek megteremtése, az egész biztos, hogy az elkövetkezendő években is része lesz ennek a programnak. A kormányzat törvényben nevesítette a Pécs Villány kiemelt turisztikai övezetet a közelmúltban. Ezért felértékelődik ez a terület, ami azt jelenti, hogy nem csak a topos forrásokból, hanem egyedi kormányzati forrásokból is több jut majd ide fejlesztésre a jelenlegi kormányzat szándéka szerint.